Szeretettel köszöntöm a Programinfo nézőit és hallgatóit, műsorunk címe Mesél a kávéház. A képernyőn egy szimpatikus hölgyet látnak, és azért hívtam ma meg ide hozzánk, mert az az életút, amit ő követ, az példaértékű, minden fiatalt bátorítok erre. Vendégem dr. Buda Bernadett, a Medios Orvosi Központ alapító tulajdonosa, és hát férfi betegek figyelem, horkolással is foglalkozik, a hölgyeknek pedig csak azt tudom mondani, hogy ha szépítészeti beavatkozást szeretnének, miniatűr beavatkozást, majd úgy is elmondja, hogy miről van szó, keressék bátran. Szervusz, üdvözöllek, hogy vagy? Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Rögtön ki is javítanálak egy pillanatra, mert a horkolás kapcsán most annyit tennék hozzá, hogy ezzel foglalkoztam jelenleg a pályám legelején. Most ne jelentkezzenek horkoló paciensek, mert nincs sajnos olyan nagy kapacitásom rá. Jelenleg már egy pár éve az orvos esztétika és az esztétikai beavatkozások a profilunk, a klinikánknak a fő profilja. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy újra láthatlak téged, megbeszélgethetünk. Ugye mi a gimnáziumból ismerjük egymást, ami sajnos nem volt ma, amikor hát mi megismerkedhettünk, de hát nagyon köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy itt lehetek veletek. Azért azt tegyük hozzá, hogy én a nővéredet is ismerem, mert osztálytársam volt a gimnáziumban, úgyhogy a teljes családot majdnem tokkal vonóval ismerem, sőt a párodat is. Hogyan jött neked? Mert ugye fülorgégészként végeztél, és most a szépségiparba úgymond avanzsáltál át, de hát ez hogy sikerült, vagy hogy jött egyáltalán? Hát nem volt egy rövid út valóban. Ez a magánklinika, ahol most dolgozom, vagy amit alapítottunk, ez már 10 éves. Én valóban Debrecenbe végeztem az orvosi egyetemen, és aztán Budapestre kerültem. A János kórházba kezdtem el dolgozni fülorgégészként. Nagyon-nagyon szerettem egyébként ezt a szakirányt, és ott is szakvizsgáztam. Anyukám ajánlotta egészen kicsi koromban ezt a fülorgégészeti irányt, amit nagyon sokáig egyébként nem fogadtam meg, de aztán a 5-6 évtáján úgy valahogy megtett ez, hiszen fülorgégészeten belül nagyon sok dologgal lehet egyszerre foglalkozni. Ugye ez egy ilyen kicsit manuális, meg műtéti szakma, nagyon sok külön alterülete van, tehát számos érdeklődési kört kitölt, úgyhogy egy borzasztó jó választásnak indult egyébként, nagyon szerettem hát ezzel is foglalkozni, és a János Kórház itt Budapesten az meg egy olyan központ volt, ahol hát egy fantasztikus emberi közösség, meg szakmai közösség vett engem körül, nagyon-nagyon sokat tanultam ott az ottani kollégáimtól, mentoraimtól, tanáraimtól, és hát mai napig is nyilván velük nagyon-nagyon szoros emberi meg baráti kapcsolatban maradtam. A szakvizsga körül történt az az életemben, hogy hát ilyen alprofilként vagy specialitásként megismertem a horkolás terápiát. Ez borzasztóan megtetszett szintén, mert hát akkoriban egy különösen ilyen új területnek tűnt, relatíve kevesen foglalkoztak ennek a megoldásával, bár nagyon sokakat érintő probléma, ugye szoktam ezt mondani, hogy amikor társaságban beszéltem erről annak idején, hogy én ezzel foglalkozom, hát nagyon könnyen lehetett azonnal pácienst szerezni, mert egy társaságban mindig volt legalább egy vagy kettő, ha nem több ott lévő, aki ugye horkolt, vagy őt, vagy a párját zavart, ez mondjuk inkább a második eset szokott lenni, szóval nagyon, nagyon jó terület. Mit hallgatóztok? Hát ez is egy tipikus férfi válasz volt, úgyhogy köszönöm. Ez direkt volt. Én ezt már nagyon sokat hallottam annak idején, hogy ezzel nem kell foglalkozni, de hát nagyon is kell, ugye nem csak a zavaró hatása miatt, hanem hát nyilván sok problémát meg életleni gondot okozhat, és
Hát nagyon-nagyon megtetszett ez a terület, és ugye fülorrgégészként egyrészt a diagnosztika irányaival is, tehát hogy kivizsgálni, hogy ezt a problémát mi okozza, ez nagyon inspiráló volt, és aztán a 12-15 évvel ezelőtt a terápiában is elég új fejlődések indultak meg ebben, ilyen speciális a műtéti beavatkozások, amiket fülorrgégészként elkezdhettem, vagy végezhettem, úgyhogy végül is ez lett aztán a fülorrgégészeten belül a szakirányom, és hát nagyon sikeresen működött ez is. Először OEP finanszírozott rendelés keretében, meg műtétek keretében foglalkoztam ezzel, aztán hát pont 10 évvel ezelőtt alapítottuk meg ezt a klinikát, a Medios Orvosi Központot, aminek a kezdetben az egyik fő profilja ez a horkolás volt, úgyhogy akkor a pácienseim döntő része a horkoló betegek közül került ki. És hát őszintén mondom, hogy az esztétika irányába részben a horkolás felől találtam meg az utat, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen távolinak tűnik, de aztán elég sok kapcsolódás volt. Úgy indult ez az egész dolog, ezt egyébként el szoktam mondani, mert hát más külföldi kollégámtól, akik esetleg hasonló életutat jártak be, ők is, tehát volt hasonló indulás is, hogy valaki fülorrgégészet vagy ebből az irányból tért át az esztétikára. Nekem az volt a kapcsolódási pont, hogy 10-12 évvel ezelőtt a horkoló betegek műtétjeihez elkezdtem használni egy amerikai rádiósebészeti gépet. Ez egy olyan eszköz, amivel nagyon finoman, úgy mondjuk mi, hogy atraumatikusan lehet a nyálkahártyát vagy egyéb részeket operálni, ami a horkoláshoz esetleg szükséges. És ez a cég, ez az amerikai cég úttörő volt ennek a technológiának a kifejlesztésében, és amikor én ezt elkezdtem használni, ezt a gépet, ők akkor fejlesztettek ki ezen a rádiófrekvenciás technológián alapuló, de bőrfeszesítésre is alkalmas ilyen alkezelést. És hát ugye nyilván, ahogy a gépet egyre jobban megismertem a műtétekhez, hát egyre inkább megismertem azt, hogy ennek más használati iránya is van, vagy önmagában a rádiófrekvenciának a milyen lehetőségei vannak. És hát igazából, mikor megalapítottuk ezt az orvosi központot, ami bevallom őszintén 10 évvel ezelőtt még egy elég nagy falatnak is tűnhetett, hiszen akkor még csak egyedül voltam egy asszisztenssel, valahogy így az merült fel, hogy egy ilyen második lábként, hogy ezt szépen tudjam menedzselni, meg fenntartani, érdemes akár ezt a fajta új területet is kihasználni, úgyhogy elindult ez az orvos esztétika irány, akkor még csak egy-két típusú esztétikai kezeléssel. Nyilván saját érdeklődésem is azért benne volt, most ezt nem árulok el titkot, hogy nőként ugye nyilván nagyon érdekelt ez a terület is, hát sokan vagyunk így, hogy azért a fiatalságot vagy a jó állapotot azt szeretnénk hosszan megőrizni, úgyhogy borzasztóan inspirált ez a terület is, és hát én bátran merem azt gondolni, hogy így az orvos esztétika terén az elmúlt 10 évben óriási fejlődés indult be, és hát ez egy olyan dolog volt aztán, hogy így, ahogy az ember egyre jobban beleásta magát, ugyanúgy minden szakmában egyre több lehetőség, meg több út nyílt előttünk, úgyhogy az évek során hát fantasztikusan bővítettük az esztétikai szolgáltatásaink terét, egyre csak növekedtünk, és hát most ott tartunk, igen, a 10. évnél, hogy egyébként éppen 10 dolgozunk itt a klinikán most már, és hát a profilunk elsősorban most már az én érdeklődésem miatt is szinte gyakorlatilag teljes egészében az esztétikai kezelésekre fókuszál. Úgyhogy ez lett az irány itt az elmúlt években, és hát valóban én is sikertörténetként élem meg, ezt őszintén mondom, nagyon sok munkánk van benne, munkám többes számba beszélek, mert hát nyilván egy támogató család vagy partner nélkül mindezt nem lehetne elérni, és hát egy nagyon jó munkatársi csapat is van itt a klinikán, nagyon-nagyon fiatal, szép kolléganőkkel dolgozom itt együtt, és nagyon próbálunk nagyon minőségi szolgáltatást nyújtani a hozzánk forduló pácienseknek. Mondhatnám azt, hogy
hogy igen, láttam, hogy helyes kolléganőid vannak, mert hogy ugye itt az elején volt egy kis dolgunk a gépek körül. A másik az, az lett volna is igazából a kérdésem, hogy ez akkor úgy indult, hogy ahogy a férjet meggyógyítottad mondjuk a horkolásból, akkor túlinván kapott a hölgy is egy szépészeti beavatkozást. Ide, hogy ez meglepő, de nem volt nagyon ritka. Oda-vissza ment a dolog, amíg még a két profillal működtünk, mert nagyon gyakran, ugye hát nyilván férfi páciensek kerestek meg a horkolással, de hát ők nagyon gyakran nem saját motivációból jöttek, hanem valaki hozta őket, és hát nyilván esetleg, amíg a partner várakozott a úrnak a konzultációjára, addig itt láthatta, hogy mással is foglalkozunk, és hát nem ritkán ragadtak itt aztán a hölgy vendégek. Illetve hát ugyanez fordítva, tehát aki esetleg az esztétik irányából talált meg először minket, annak mindig volt vagy nagyon gyakran volt legalábbis valaki zavaró horkoló társa, úgyhogy ez valóban tényleg az első években lehet mondani, hogy ez a kettős profil ment. Most bevallom őszintén, tehát nekem nagy szívügyem volt a horkolás is annak idején, és hát nagyon szépen kialakítottuk ezt a profilt is. Hosszabb távon szeretném ezt azért fönt tartani, és esetleg olyan kollégát találni, aki majd ezt akár szakmailag tovább viszi. Most bevallom őszintén, az én kapacitásaim véglegesek, vagy végletesek ebben, és tényleg egy jó pár éve már az esztétikára fókuszálok, úgyhogy hogy most, ahogy mondtam, ez maradt a fő profilunk. De egyébként igen, ez a two-in-one, ez időnként. Most már csak az lett volna a kérdésem, de ha szeretnél válaszolni, hogy a férjed horkol, tehát nem, képzett. Nem. Vagy nem mer, mert tudja, hogy milyen eszközeim vannak annak érdekében, hogy ezt ne tegye, de nagy, hál' Istennek nem. Jó, azért tényleg. Sokan szintén beszokták tenni, úgyhogy nem. Vagy azt mondom, hogy még nem. Jó, tegyük félre a viccet, mert itt a nézők majd jól megrónak engem, hogy itt én poénkodok a horkolással. Nem azért poénkodunk, nem akarom elvenni ennek a komolyságát, mert azért a horkolás komoly egészségkárosodáshoz is vezethet. Úgyhogy azt kezelni kell időben. A másik azért, az a kérdés ott motoszkál a fejemben, amit említettél, és azt göngyölíteném egy picit tovább, hogy azt mondtad, hogy az elején ez ilyen második lábnak indult. Igen. Hogy amikor teljesen átálltatok a klinikára, vagy átálltál a klinikára, akkor nem aggódtál abból, hogy attól, hogy most mi lesz? Mert azért egy biztos, mondjuk úgy 8 órás stabil állást a Szent János Kórházban otthagyni egy bizonytalan dologért, mondjuk, bocsánat, úgy bizonytalan dologért, hogy azért mégiscsak a saját lábadon kell állni, az nem volt egy kicsit rémisztő az elején? De természetesen igen. Ugye ennek a rémisztő iránya, vagy a picit ilyen nehezebb iránya mindig ott van, hogy amikor az ember egy ilyen szakmai közösségbe dolgozik, ott azért mindig érez egy nagyon stabil hátteret, egy ilyen biztonságot, tehát hogyha az ember nem biztos valamibe, pláne akár egész fiatal szakorvosként, akkor azért mindig ott van mellette valaki, aki tud segíteni, vagy akivel meg lehet konzultálni a helyzetet, úgyhogy ezek a változások vagy váltások természetesen mindig, hát hogy mondjam, nagy izgalommal járnak, és igen, az első ilyen bizonytalan lépés valóban az volt, amikor megszületett az a döntés, hogy a János Kórház helyett a fix, hát ahogy te mondod, 8 órás állás helyett esetleg egy teljesen önálló praxist kezd az ember. Mindennek a vállalkozási, vagy úgymond anyagi felelősségével, azzal is, hogy az ember egyedül kénytelen lenni, vagy döntéseket meghozni, de hát talán pont ezért egyébként inspiráló is volt ez a dolog, tehát hogy nyilván ezt így két irányból is lehet nézni.
eléggé ilyen célorientáltnak érzem egyébként magam. Kos vagyok egyébként, nem voltam sose egy ilyen nagyon asztrológiai beállítottságú, de mostanában lehet, hogy már ahogy öregszem, jönnek ki ezek a jegyek erősebben, és többen figyelmeztettek erre a vonásomra, hogy ami állítólag a kosokra nagyon jellemző, hogy ugye szeretnek megvalósítani, elég, tehát hogy mondjam így, akár erőteljesen is, lehet, hogy ez is nyilván, vagy a személyiségében benne van az embernek, de nem bántam meg egyik döntést se, egyik lépést se, nyilván azért, mert egyébként sikerként is élem meg, nyilván ha ez esetleg nem úgy alakult volna, ahogy én elterveztem, akkor biztos mást gondol az ember, de ez minden egyes ilyen váltás, lépés, vagy akár az a lépés is, hogy átmenetileg abba hagyom a horkolást, ami szintén akár egy jó profil volt, vagy nagyon közel állt a szívemhez, és mondjuk csak az esztétikára fókuszált. Tehát ezek minden egyes lépés nyilván egy ilyen döntés, de hát meg kell hozni, és hát azt szerint cselekedni. Az jutott eszembe, hogy amikor az ember így elkezd váltani, mondjuk akár teljesen a vállalkozás felé megy, akkor biztos kell neki egy segítőtárs, aki mondjuk úgy, hogy aki a gazdaságra, meg az összes ilyen technikai dolgokra tud koncentrálni, ahelyett, hogy mondjuk elmenne adott esetben, de meg tud, mondjuk elmenne más irányba, hogy te tudja a saját dolgodra koncentrálni, magyarul a gyógyításra, meg a beavatkozásokra, hogy ilyen társad akkor már volt, tehát melletted volt már a párod? Igen, egyértelműen, igen, és nem is győzöm ezt elégszer hangsúlyozni, hogy az ő szemlélete, vagy az ő hozzáállása nélkül szerintem ezt nem tudtam volna, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna egyedül megcsinálni. Ő egyébként közgazdász és külkereskedelmi végzettségű eredetileg, ő abszolút hát sokkal jobb én nálam az adminisztratív irányokba, vagy tevékenységekbe, rendkívül rendszerezett, szervezett, és hát amin a legfontosabb talán, hogy borzasztóan támogatta az én ilyen jellegű gondolataimat, vagy törekvéseimet, úgyhogy de abszolút, ez most is így van, tehát a mai napig a kezdetben is, tehát ő, ahogy kérdezted, ő mellettem volt már, mi az egyetemista koromban, 5. éves koromban ismerkedtünk meg, és hát most azt hiszem, hogy is 16. éve leszünk házasok, és 18 éve ismerjük egymást, úgyhogy ő igen, már egy ideje támogat, és mellettem át, és kellett is, és hát nem is tudok eléggé hálás lenni neki emiatt. Ez most azt jelenti, hogy akkor együtt csináljátok gyakorlatilag. Igen, tehát ő a klinikánknak az adminisztratív részébe besegít. Nyilván, ahogy mondtam, ugye amikor indultunk, gyakorlatilag egyedül voltam egy szinte félállású asszisztensem, most már 10 vagyunk, tehát sokféle tevékenységre megvannak a kollégák és a munkatársak, de ő a gyakorlatilag a klinikánknak az ügyvezetője, úgyhogy együtt csináljuk és bele lát mindenbe. Család mit szólt ahhoz, hogy úgy ott hagyod a fixet, mert ilyenkor általában a szülők szoktak sikítani, hogy ne tedd, mert azért ez biztos. Nem, nálunk ilyen nem annyira volt, azt gondolom legalábbis. Hát ugye nagyon szoros egyébként a kapcsolat a szüleinkkel, és nagyon hál' Istennek, hogy mind a két irányból, tehát a férjem szülei is egy rendkívüli, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon közel állnak hozzám, illetve hát oda-vissza, tehát egy nagyon-nagyon jó családi kapcsolat van. Az én szüleim, apukám főleg, hát ő a vállalkozó mintaképem szerintem, tehát ő is egy nagyon határozott, és egy nagyon sok mindent megvalósított ember, és hát a nővéremmel együtt talán mondhatom, mert nekünk apukánk az egyik fő mintaképünk szerintem, és hát természetesen anyukámnak meg a higgadsága az úgy mindig a hát
térben volt, úgyhogy ők nagyon támogatnak minket, meg támogattak minket mindenben. Nyilván olyan szinten nem láttak bele, hogy én mondjuk egy-egy döntést miért hozok meg, csak azért bíztak abban, hogy mi ezt, vagy én ezt jól megfontoltam, meggondoltam, úgyhogy nem volt semmi, semmelyik pillanatnál olyan gond, hogy olyan, hogy lebeszéltek volna bármiről, és hát természetesen minden pillanatban ők nagyon büszkék ránk, vagy büszkék voltak, meg remélem azok is lesznek a továbbiakban is, úgyhogy hát nyilván ez a plusz háttér támogatás is nagyon fontos volt. Azon közben eszembe jutott az, hogy látom a Facebookot, és azért van olyan, aki elkezdi a szépészeti beavatkozásokat, eljut egy szintig, de hát kevesen érik el azt, hogy mondjuk adott esetben nemzetközileg is elismerjék, pláne az, akikkel mondjuk szerződésben áll. Uh-huh. Neked siker volt ez? Hát, láttam, hogy volt elismerésed, szép számmal. Hát persze, igen. Úgy volt ugye ez az elmúlt 10 évben, ahogy mondtam, hogy én valahogy azt érzem, hogy most az elmúlt 10 évben önmagában az esztétikai orvoslás egy olyan jó irányt, tehát pozitív értelembe vett jó irányt, meg technológiai fejlettséget vett, hogy hát nagyon, nagyon jó dolgokat lehet csinálni, és bevallom azáltal, hogy én ilyen saját vállalkozásom lett, ki is nyílt a világ előttem ebből a szempontból, tehát elég sokszor el tudtam, vagy elég korántól el tudtam jutni olyan külföldi kurzusokra, vagy olyan kapcsolatokat építeni, vagy olyan helyekre, amiket esetleg engem érdekeltek, és hát nagyon jó szakemberekkel, mentorokkal ismerkedtem meg külföldön is, és hát ez egy óriási dolog volt, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok dolgot tudtam így megtanulni, vagy olyan szemléletet esetleg elsajátítani, ami külföldön esetleg, vagy nagyobb klinikáknál, vagy nagyobb szakmai műhelyekbe bevált, és hát ugye ezt az irányt próbáltam akár itthon is meghonosítani. És hát igen, ugye a kapcsolat révén oda-vissza elismerések esetleg működhetnek. Ugye egy jó pár éve kezdtem el injektálással foglalkozni, nekem most ez lett a fő specialitásom az esztétikán belül, hogy ilyen hialuronsavas arctöltésekkel, injekciós kezelésekkel úgy fiatalítani az arcot, hogy az a saját természetes formáját, meg kinézetét megőrizze, de mégis egy frissebb kinézetű legyen. Ennek kapcsán elég sok olyan kollégával, külföldi, hát mentorral kapcsolatba kerültem, akiknek a tudását próbáltam átvenni és használni itthon, és hát valóban akár nemzetközi cégek révén, akiknek például töltőanyagait használom, már második éve kaptam elég komoly díjat ennek kapcsán, aminek hát nyilván nagyon örülök. Tartottunk, hogy áttértél a szépészeti beavatkozásra, örülsz, hogy elismernek a nagy partnercégek, de hát a háttérben igen rémisztő dolgokat látok, van egy emberi fej, meg ott pár kellék, amivel gondolom dolgozol, vagy dolgoztok. Igen. Mennyire... Ez csak egy része. Tessék? Ez csak egy része a dekorációnknak, úgymond ezt a fejet, ezt a páciensek is nagyon gyakran megijednek tőle, de egyébként tréningekre használom, mert hát időnként más kollégáknak az oktatását is vállalom és megkérnek, és hát ez egy ilyen tréningmodell gyakorlatilag elég rémisztő tud valóban lenni, mert olyan a bőr, vagy ez a szilikon kialakítás egészen ilyen bőrszerű a kinézete, ugye injektálni lehet bele. Angliából vettem egyébként, olvastam arról, hogy aki ezt készítette, egyébként egy ilyen kb. 6 vagy 7 fej modell van így végezve, és az egész családját modellezte le, ő éppen a készítőnek a nagymamája egyébként.
Úgyhogy hát ilyen dolgok vannak, amiket használunk. A többi az nem annyira rémisztő. Gépeket használunk egyébként, ugye ez most jelen pillanatban valóban a klinikámon vagyok, ez az én konzultációs meg kezelőszobám, de nincsenek azért olyan rémisztő dolgaink. Csak azért kérdezem, mert így azt szokott eljutni az emberekhez. Múltkor láttam ezt a fejet a Facebookodon, hogy pont inekcióztátok. Tök érdekes, ahogy dolgoztok. Mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a honlapotokra, keressen meg a Facebook oldaladat, meg az Instagramot, mert elég is jó dolgokat szoktál megosztani. Nekem tetszik, én megmondom őszintén, én követem. És azt láttam, hogy nagyon sok embert tréning ezzel, úgy, ahogy említetted is az előbb. Ez nem zavar, hogy esetleg valaki mondjuk úgy ellesi a szakmai titkokat, és aztán csinál mondjuk egy külön pacientúrát? Jaj, nem, ez éppen, hogy megtisztelő dolog, nagyszerű dolog. Bevallom őszintén, én egészen, hogy is mondjam, fiatal koromtól nagyon kedvelem az oktatást, még az egyetem alatt már harmadéves koromban anatómiából demonstrátor voltam, és harmadéves koromban is volt lehetőség, hogy mondjuk másodéveseknek a gyakorlati óráin úgymond segítsek, vagy tanítsak, úgyhogy ez egészen innen eredeztetődik. Nagyon szeretem ezt a részét az orvosi ténykedésnek. Ettől pedig egyáltalán nem tartok, én éppen, hogy nagyszerű dolognak érzem a tudás vagy a tapasztalat megosztást. Én is ugye akár külföldi vagy más mentoroktól hát így tudtam tanulni. Szerintem a tudás megosztás az fantasztikus dolog, megtisztelő, úgyhogy nincsenek ilyen félelmeim egyáltalán. Nincsenek. Éppen, hogy talán kevesebbet tudok ezzel foglalkozni, mint esetleg szeretnék, de hát lehet, hogy majd a későbbiek folyamán még többet fogok tudni, ezzel meglátjuk. Amikor szabadidőd enged, és mondjuk sétálsz az utcának, észre szoktad venni az embereket, hogy ezzel is tudnék valamit kezdeni? Vagy sok olyan bőrhibával rendelkező embert látsz, akivel te tudnál mit kezdeni? Hát most már bevallom őszintén nem annyira figyelem, de amikor elkezdtem ezzel foglalkozni egyébként, igen, nagyon, nagyon fókuszáltan jutottak ezek az eszembe. Mindenkivel lehet valamit kezdeni, magamat is beleértve, tehát hogy abszolút ugye minden életkornak megfelelően vannak, vagy lehetnek elváltozások, és hát nagyon sok terápiás opció van, akár a bőrállapot javítására, akár a volumen, ahogy öregszünk, annak a változásának a korrigálására, úgyhogy egyébként mindenkivel lehet valamit kezdeni, még veled is. Köszönöm szépen. Tökéletes vagy. Na, ezt majd megbeszéljük, elmegyek hozzád, és akkor megnézed. Egyébként te saját magadnak szoktál feltöltést csinálni, vagy azt nem tudsz? Ma az az egyetlen, azt nem tudom megcsinálni magamnak, ez egy nagyon, meg nem is akarnám, ez egy nagyon veszélyes történet tud lenni egyébként, úgyhogy volt már nekem is ilyen kezelésem, külföldi kollégák, akik engem tanítottak, ők már szurkáltak engem is egyébként. Hát már épp rám férne, de augusztusra van Angliában egy időpontom egy ilyen kurzussal egybekötve, nem tudom, hogy meg tud-e valósulni. Egy olyan kollégához mennék el, akit már régóta tisztelek, követek és tanultam tőle, úgyhogy hát nem tudjuk, hogy a COVID miatt ez összejön, de remélhetőleg talán augusztusban már lehet egy picit utazni, meglátjuk. Az azért... De nem szúrom magam, és veszélyesnek is tartom. Vannak ilyen trendek, láttam én is az Instagramon, Facebookon. Nem jó szerintem az, hogyha egy orvos azt akár mutatja. Nyilván meg lehet csinálni, meg tehát van, aki ezt bevállalja, de
de annál azért bonyolultabb, meg nagyobb, tehát ez szerintem nem jó, ha ez pláne mutatva van, szóval ez egy bonyolultabb, meg veszélyesebb dolog, mint hogy az ember saját magát szurkálja. Azért ez kicsit, igen, szöget is ütött a fejemben, az olyan szempontból, hogy én is láttam ilyeneket, és nyilván ezért kérdeztem, mert én is veszélyesnek tartom. A másik, hogy azért egy tök jól kinéző hölgynek fontos az, hogy rendben legyen. Tehát, hogy ez, mert hogy neked nem kellene szerintem, mert adottság is, meg minden, de hát, hogy úgy így... Nincs olyan, hogy adottság, Gábor, nincsenek csodák. 30 éves kor felett muszáj kezdeni valamit, én legalábbis ebben hiszek, és mondjuk azt is látom, hogy nagyjából időben nagyon finom lépésekkel elkezdve egyébként a mostani technológia meg lehetőségek mellett szerintem nagyon hosszan ki lehet azt húzni, hogy az ember elfogadhatóan nézen ki, úgyhogy én ebbe hiszek, nyilván ezt is képviselem olyan szempontból, hogy hát gyakorlatilag ebből élek, hogy a páciensek ezt igénylik, de egyet is értek vele, tehát szerintem nincsenek csodák, csak nagyon fontos a kellő kontroll, nem túlzásba vinni, a megfelelő időben megfelelő dolgokat csinálni, és akkor most már van lehetőségünk szerintem arra, hogy 60-70 évesen is azért még akár nagyobb beavatkozás nélkül is elfogadhatóan nézzünk ki. Mert mindenki szép. Nem olyan, mint a botox, nem? Tehát azért nem folyik ki az embernek a szájából a víz, hogy annyira fel van töltve. Tehát ez egy teljesen más technológia, mert mindjárt kapom majd a kérdéseket. Nem, nagyon a botox és ez a hialuronsav anyag, amivel ugye a feltöltéseket végezzük, ezek zseniális dolgok, hogyha megfelelően vagy kellő kontrollal van használva. A botox sem egy, hogy mondjam, tiltott szer, sőt, tehát ugye van a gyémántok a nők legjobb barátai helyett, most már mondják, hogy a botox a nők legjobb barátja, korrektül használva egyébként ezzel egyet tudok érteni. Úgyhogy bizonyos indikációkban ezt nagyon érdemes is használni. Nem, itt nem az anyaggal, nem a beavatkozása magával lehet gond, a használati metódus, a fokozatosság, tehát ugye ezek számítanak szerintem, hát ezek zseniális dolgok, és hát mondom, ahogy mondtam, szerintem, vagy én így érzem, hogy megfelelő módon, meg mértékben használva ezek rendkívül jól működő anyagok, meg kezelések. Az lett volna a kérdésem, hogy itt említetted, hogy te fülorgégész vagy, alapvetően ugye ezen a területen végeztél. Átnyergelsz a bőrgyógyászatra? Hát úgy érzem, hogy tehát azt a szakvizsgát meglátom, hogy esetleg... Ha későbbiek folyamán esetleg vagy elképzelhető, hogy elvégzem majd azt a szakképesítést is. Nem annyira egyszerű adminisztratívan az átmenet, mert ugye két teljesen különböző, bár mondjuk bizonyos szempontból, hát minden orvosi szakirány valamilyen szempontból közeli egymáshoz, de azért ezek nem. Tehát több év ugye külsős gyakorlat is szükséges ehhez, hogy az ember ezt a szakképesítést elvégezze, amire most úgy látom, nincsen egyébként kapacitásom. Úgyhogy egyelőre talán teljesen nem. Ez a fülorgégész szakképesítésem, ez nyilván ez marad meg. Emellett én azt gondolom, hogy ugye abszolút ezeket a kezeléseket tudjuk végezni, vagy tudom végezni. Utóbbi időben nagy változás következett be mindkettőtök életében. Van egy csodálatos kislányod. Igen. És hogy megjelent a munka, vagy mennyit enged a baba a anyának, hogy dolgozzon, meg apának, mert ugye felváltva tudtok rá vigyázni. Igen, hát tényleg óriási változás, de hát talán szavakkal ki sem fejezhető boldogság. Igen, 2019. júliusában született meg a kislányunk. Nagyon sokat vártunk rá, az az igazság, szóval ő nem várt baba volt, hanem egy nagyon is várt, és nagyon is, hát majdnem azt merem mondani, hogy csodaszámba menő baba, és hát továbbra is így is éljük meg.
Nagyon könnyű volt a terhességem egyébként, nagyon végig dolgoztam gyakorlatilag a születés előtt, bár egy pár nap, pár héttel, két-három héttel hamarabb született a várnál, és a születés előtti nap még itt bent voltam a klinikán, és wow. Hát folyamatosan ilyen precíziós munkát végeztem a terhesség alatt is, úgyhogy én úgy ítélem meg, mert borzasztó jó kézügyessége van már most másfél éves korára a kicsinek, és hát abszolút úgy szoktuk beszélni, hogy ez biztos már az anyaméből hát átvette valahogy azokat a finom mozdulatokat, amiket én itt a munkám során ugye kénytelen vagyok használni, és hát nagyon-nagyon jó és nagyon nyugodt baba minden volt is, meg hát most már ugye kisgyermek, nagyon könnyen ment vele minden dolog. Olyan 3 hónapos kora óta járok be a klinikára. Igen, ahogy említetted is, a férjem nagyon sokat segít, tehát mi közösen neveljük, úgymond. Egyértelműen először itt a klinikán is kialakítottunk egy szobát, ami... amikor ő be tudott egy kicsit jönni, vagy amikor így a szoptatás még nagyon gyakori volt. Aztán hát ugye indult ez a COVID tavaly február, majd március körül, amikor egyébként 2 hónapra be is zárt a klinikánk, legalábbis olyan szinten, hogy konkrét páciens mozgás nem volt. Ez hát nyilván a vele való együttlétet megkönnyítette, és van egy segítségünk is egyébként, tehát egy jó pár hónapja van egy nagyon aranyos segítőnk, akit ő már nagyon megszokott, úgyhogy hát ügyes szervezése, de meg tudjuk oldani. Most jelenleg én 3 napot vagyok bent a klinikán, és a többi napokat meg vele, meg a családdal töltjük. Úgyhogy egyelőre. Nagyon jó. Jól összeállt a dolog, igen, de hát valóban egy csoda, és egy hát igen, nehéz szavakkal kifejezni, hogy mit jelent ő nekünk, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ő is van. Játszótere lesz a klinika? Sokat lesz bent veletek? Nem, egyébként nem gondolom. Most a COVID kapcsán ugye egyáltalán nem is hoztuk már be. Itt elég komoly ilyen biztonsági dolgokat vezettünk be a maszk használaton kívül is, úgyhogy nyilván ez nem. És nem is tervezem most már annyira, mert bevallom őszintén, hát nekem is könnyebb úgy fókuszálni a munkára, hogyha őre nyilván nem kell úgy figyelni, nem, hogy bármi itt történhet vele, úgyhogy nem gondolom, meg nem is helye ez a játszásnak, úgymond. De hát nyilván munkaidőn kívül biztos, hogy be fog jönni. Pár fényképet már látott a klinikai ténykedésünkről, és az első szavai között van a doktor, hogy anya doktor, ugyanis a doktor így mondja, nagyon aranyos, úgyhogy néha meg akarja nézni ezeket a doktoros képeket, és úgyhogy már így megvan neki, hogy én nagyjából mit csinálok, és nagyon érdeklődik irántam. Meglátjuk, hát ha tovább viszi majd ezt a profilt, sose lehet tudni. Mindig feldobjátok a labdát nekem, hogy megkérdezzem, hogy bele fogtok-e szólni a gyereknek mondjuk a tanulmányai vagy tanulásába, hogy mit kövessen. Nem igazán, vagyis szerintem nem. A férjem szerint legyen jóga oktató, vagy zongora művész, és nem orvos, szóval valami egyszerű, vagy kis felelősségű munkát végezzen, de hát majd azt fog végezni, azt fog csinálni, amihez kedve lesz. Mégis a zongora művésznek is elég nagy a felelőssége, mert adott esetben... Jó, nagyon minden nagy... munkában van felelősség, ez így van. Mit szóltak a kollégák, hogy fogadták, hogy mondjuk te adott esetben babát vársz, és azért ott van egy kis babuci, aki rohangálhat majd körülöttük. Tehát, hogy itt nagy család vagytok, vagy inkább munkahely? A kollégákkal kérdezed, vagy a kollégákat. Nem, hát bevallom őszintén, én vagyok
a legidősebb itt a klinikánkon, nagyon szép és fiatal munkatársaim vannak, és hát a Lizikét, a mi kislányunkat, ők Medios babának is hívják. Nagyon nagy öröm volt ez nyilván mindenkinek, hogy nekünk születik majd ez a kisbaba, és hát pláne amikor megszületett, hát mindenki borzasztó örömmel fogadta. Nagyon jól szervezett a csapatunk, és Medios családnak is mondhatom egyébként, a munkahelyen kívül is vannak ők közöttük is abszolút akár komolyabb vagy szorosabb baráti kötődések is. Én úgy érzem, most így nagyon jól összeállt a csapatunk, és nagyon, nagyon támogató. Elég kevés fluktuáció volt az elmúlt években, tehát úgy inkább fejlődtünk, tehát folyamatosan mindig jött valaki a csapathoz, egy-két minimális váltás volt csak, úgyhogy most szerintem nagyon-nagyon-nagyon összeállt, és nagyon-nagyon jó hangulatú a társaság. Okosak, szépek, fegyelmezettek, úgyhogy nagyon-nagyon jó velük dolgozni. Milyen főnök vagy? Hát szerintem nem vagyok olyan szigorú, sőt, most bevallom őszintén, a kicsit hiányosságaim vannak a tüzet kontrollt illetően, én inkább ilyen elnézőbb típus vagyok, aztán néha, ha gond van, akkor meg magamba mérgelődök egy kicsit, nem vagyok olyan nagyon letoló típusú, sajnos, néha lehet, hogy kellene. Lehet, hogy ezek nem jó főnöki, hogy is mondjam, tulajdonságok. A férjem esetleg pótolja ezeket az én hiányosságaimat, bár ő egy rendkívül igazságos és nagyon, nagyon jó hozzáállású ember szintén, úgyhogy így kiegészítjük talán egymást. De nincsenek is olyan nagy problémák szerencsére, de hát most nyilván ugye az a picit nehézség, hogy jobban szeretnék konkrétan én is belelátni a menedzselésbe, az előtervezésbe a klinikán, csak most amiatt, hogy nyilván még kicsi a baba, és még nem tudok olyan sok időt itt tölteni, amit itt töltök, azt meg a konkrétan az én saját munkámmal mal töltöm, tehát hogy pácienseket kezelek gyakorlatilag, amikor bent vagyok folyamatosan, úgyhogy hát ezt kell esetleg majd újra visszafejleszteni, hogy olyan dedikált időket találni, hogy erre a klinikai életét is még jobban tudjam újra követni, meg menedzselni. Bár van rá most már emberünk vagy segítségünk, de azért fontos belelátni ezekbe. Jó, hát persze, én is úgy gondolom, hogy te is úgy akkor tudnád átadni, hogyha lenne valaki, aki amit te most csinálsz, azt valamilyen szinten át tudná vállalni. Hát igen. Hát, de mondom, lekopogom egyelőre, vagy hál' Istennek olyan nagyon nagy komoly problémák nincsenek, vagy ha vannak, azokat megpróbáljuk megoldani. Úgyhogy tényleg jól összeállt a csapat. Ez minden munkahelyen szerintem így van, bár milyen élet helyzetben is, hogy pláne egy ilyen helynek a működtetése, tehát hogy ez egy csapatmunka, most mindenkinek megvan a feladata, amit ha jól elvégez, az már jó, csak hát azért össze is kell ezeket fogni, meg a tervezés talán abba voltunk, hogy egy picit hát ilyen pontosabb, vagy előrelátóbb legyen. Ebben kell fejleszteni. Te mit szeretsz csinálni, amikor nem dolgozol? Mit csináltok? Hogy pihensz a sok munka mellett, vagy hogy pihentek egyáltalán a sok munka mellett? Hát én nagyon szeretem, vagy nagyon komoly érdeklődésem volt a gasztronómia iránt, nagyon-nagyon szeretek főzni egyébként, ezt a valószínű ilyen családi vonás, mert a nővérem is nagyon jól főz, meg hát nekünk anyukánk nagyon-nagyon jól főzött, az ilyen családi étkezések, azok ilyen egészen fontos dolgok voltak, úgyhogy egészen régóta egyébként én, tehát hogy rendszeresen főzök, gyakorlatilag majdnem minden nap, és nagyon szeretek ez iránt érdeklődni, olvasni, dolgokat kipróbálni, úgyhogy ez volt egy ilyen fő irányom az érdeklődésem tekintetében.
Aztán hát volt egy, most sajnos nincs túl sok időm rá, de volt egy nagyon kedves hobbim, amit hát, ha még fogok tudni később is végezni, hogy van egy kéziszövőgépem, és azon ilyen hát, anyagokat szövök, amik elsősorban sálak, de volt már, hogy ezekből az anyagokból varrattam szép dolgokat, kosztümöt, ruhát. Ez egy rendkívül ilyen relaxáló, meg pihentető, meg hát borzasztó kreatív hobbi egyébként. Ezt most nagyon sajnálom, hogy az időhiány miatt nem tudom végezni, de hát majd lehet, hogy ezt is be tudjuk iktatni. Nagyon gyakran járunk vidékre egyébként, úgy vidékre, mert ugye mi most Budapesten élünk a munkaidekött, de hát a szoros a kapcsolat mind a két családféllel, a szüleim még mindig Kemecsén laknak, ugye Nyíregyháza mellett, a férjem szüleim meg Kőszeg mellett Bozsokon, tehát egyébként akár messzebb irány szinte nem is lehetett volna, talán nem tudom, én sok problémát, vagy... Igen, próbálunk, tehát nagyon szoros volt a kapcsolat, meg tényleg nagyon gyakran jártunk hozzájuk, ahogy engedte az idő. Most nyilván a Covid kapcsán, hát ugye mindenki leállt ezzel a szülő látogatással, de hát reméljük, hogy újra ez jobban bekövetkezhet, és hát a Zemplénben van egy falu, Komlóskának hívják, ahol nekünk már évek óta a családunknak van egy kis háza, és hát nekünk egyébként szinte a második otthonunká vált, úgyhogy ha tehetjük, oda megyünk le. Egyébként, ahogy megszületett a kislányunk, nagyon hamar 2 hetes korában oda vittük le, aztán ő egy olyan 6 hétig ott szocializálódott a nagyon jó kis csendes zempléni környezetbe. A Covid bezárás alatt is voltunk ott hosszabban, meg hát ahogy tudunk, ott vagyunk, nagyon közel áll hozzánk az a hely, úgyhogy az a relaxációs dolog. A férjem nagyon sokat sportol, fut, terepfutást nagyon szereti, ott ezt ő nagyon tudja végezni. Én most nem tudok még úgy sportolni, ahogy korábban, de azért igyekszem karba tartani magam, de ez a vidéki környezet, ez nagyon jó érzés ott lenni. Úgyhogy ezt szeretjük nagyon. Van-e valami a listádon, amit mindenképpen szeretnél megcsinálni? Tehát értem én ez alatt azt, hogy mondjuk, amit még nem csináltál, de szeretnél, vagy elutazni valahova, szeretnétek együtt elmenni. Van-e valami az álom vágyak listáján? Hát ez nehéz kérdés, mert ugye nagyon hosszú ideig, ami a vágyott dolog volt, az, hogy megszülessen a kisbabánk, és hát ő meg lett, úgyhogy ennél nagyobbat nem is nagy tudok kívánni. Igazából sokat utaztunk egyébként, most ugye hát senki nem utazik, vagy úgy lejjebb állt ez a dolog. Amit nagyon szeretnénk esetleg majd így hosszabb távon, hogy hát legyen egy szép, kicsit nagyobb házunk, de és az nem biztos, hogy itt Budapesten lesz. Egyébként nagyon hosszú távon hát valamilyen vidéki letelepedésbe gondolkodunk, bár ez most így, hogy ugye itt Budapesten egy ilyen klinikát menedzselünk, ez még egy kicsit ilyen hosszú távú történetnek tűnik, meglátjuk. Nincsen most, ugye nyilván a kislányunk nevelése az elsődleges, meg az, hogy itt működik tényleg ez a klinika, ez azért most bevallom őszintén eléggé meghatározza a mindennapjainkat. A Covid helyzet miatti élet is ugye, hogy megváltozott, de hát én nagyon bízom benne, hogy ez azért akár ebbe az évbe fog változni. Most nincsenek bevallom olyan extrém hosszú távú terveink. A szakmai dolgok tekintetében számos dolog van, amit így mondhatnék, hogy milyen külföldi oktatóhoz szeretnék eljutni, vagy kit szeretnék éppen meghívni, milyen területek érdekelnek, de így a magánéletben meg egyenlőre most így megyünk a hullámokkal, úgyhogy majd biztos minden bekövetkezik, aminek kell.
Az jutott eszembe, hogy említetted azt, hogy elérni szakmai sikereket, hogy számos olyan van. Persze tudom, hogy van olyan, ami nem publikus, mert üzletfejlesztés szempontjából nem. De mi az a csúcs, amit szeretnél elérni, amit most látod, hogy azt mindenképpen meg akarod csinálni, vagy szeretnéd megcsinálni? Hát most ennek az évnek a fő projektjeként tűztem ki azt célul, hogy ugye, ahogy említettem, én hát elsősorban ilyen arctöltés, injektálás kezeléseket végzek, és amikor ugye te is esetleg meghallottad ezt a szót, hogy hialuronsav vagy botox, nagyon sok ilyen elrontott eset is akár eszedbe jutott, és hát valljuk be, hogy az elmúlt év tizedekben, vagy hát 10-15 évben, amikor még esetleg nem olyan látásmóddal használtuk ezeket az anyagokat, akkor valóban voltak elrontott esetek. Úgyhogy én most a szakmailag a ténykedésemet ebbe az évbe kifejezetten annak a publikálására szánnám, hogy egyébként van lehetőség arra, hogy elrontott eseteket is esetleg, vagy nem tetsző eredményeket helyrehozzunk. Ennek most egy ilyen nagyon fontos eszköze a kezemben, amit hát azt merem gondolni, vagy azt úgy tudom, hogy országosan én használok egyedül, hogy vásároltam egy diagnosztikai ultrahang készüléket itt a klinikán, egy zseniális kis eszköz, most már a Philips gyártotta egyébként, ugye az ultrahang egy ilyen nagy gurulós eszközként látjuk, de ez egy ilyen notebookhoz, vagy iPadhez csatlakoztatható pici készülék, amivel föl lehet térképezni esetleg régi töltőanyagoknak a helyét az arcon, anatómiai szempontból fontos, hogy hol futnak erek, stb. Tehát ezeket meg lehet nézni, és ugye esetleg az ultrahang ellenőrzés alatt célzottan el lehet bontani ezeket az anyagokat, hogyha az hialuronsav, akkor azt el lehet tüntetni, és aztán hát, hogyha ez eltűnt, akkor pedig finomítani újra töltéssel. Úgyhogy most ez a profil az, ami engem nagyon-nagyon izgat, és hát ezt ebbe szeretném fejleszteni magam, és hát egy picit ezt már ilyen, hogy is mondjam, mert ez úgy érzem, hogy nagyon nagyot tud adni valakinek a, hát akár az önbizalmához, vagy ahhoz, hogy egyetlen információja meglegyen, hogy egyébként, ha valami nem tetszik, vagy olyan típusú töltéskezelést kapott, ami nem jó, vagy régi, vagy egyéb, akkor ha ez hialuronsa volt, ezt el lehet bontani, és akkor újra lehet kreálni a dolgot. És hát biztos, hogy ez nagyszerű irány lesz. Pigmániás vagy? Ja, nem. Nem sok dolgunk van most már itt a klinikán ilyen eszközök tekintetében, de én nem tartom annak magam, sőt, nagyon sokat használom sajnos a mobiltelefont, nyilván mindannyiunkhoz hasonlóan ma már ebben élünk. Ugye a social media felületeken, ahogy látod, elég aktív vagyok, vagyunk, bevallom az Instagramot, amit a legfontosabb ilyen külső optikának használunk, azt ugye az gyakorlatilag csak én írom, vagy én csinálom. Most lesz majd segítségem benne, hogy esetleg ezt még szervezettebbé tegyük. És emiatt azért elég sokat van a kezembe nyilván a telefon, de egyébként nem érzem magam kütyümániásnak, sőt nem is értek annyira ezekhez a bonyolultabb számítástechnikai dolgokhoz egyáltalán. Csak ilyen felhasználói szinten. Hát pedig, amikor mondtad ezt a kis Philips által gyártott ultrahangkészéket, azt hittem, hogy itt mindenféle dolog van a kezedben, és így össze-vissza kötögeted őket, és használod. Hát lehet aztán most ez az irány lesz, hogy nyilván meg kell ezeket jobban tanulnom, mert hogy most már ugye olyan dolgok vannak, akiktől ezt az arc ultrahang diagnosztikát egy online kurzuson tanultam, ez egy holland cég például, és hát nyilván olyan lehetőség is van, hogy én rákötöm az ultrahangot az én gépemre, és ő látja, amit én ultrahangozok, és esetleg segít abban, ha véletlen elakadok valamiben, hogy ugye mit is látok, de ilyen dolgok vannak, és ezt ki is kell használni.
csinálni. Hát ilyen megvalósításokra szeretném, hogy tudom ezeket használni, de nem vagyok még túl jó benne, hogy az előbb is ugye, hogy indítottunk, egy kicsit gondunk volt a hangbeállítással, és ez is időt vett igénybe, úgyhogy ilyen szinten sajnos szerintem én nem vagyok elég jó. Mennyit dolgoztok a klinikán? 0-24 óra? Nem, tehát a nyitvatartásunk az hétköznap van, 8-tól 6-ig vagyunk egyébként nyitva minden nap. Itt ugye nincs sürgősségi beavatkozás, csak hát nyilván, ha extrém probléma van, úgyhogy... Nem úgy értem, hanem hogy ti otthon vagy, ti ketten a pároddal, mennyit dolgoztok a klinikán? Hát sokat. A kérdésed jogos, és most már akkor értem is az élét. Hát igen, igen, sokat beszélünk róla. Igen. Igen. Van úgy, hogy ki tudtok kapcsolni egyáltalán? Tehát, mert én azt látom most így az elmondottak alapján, hogy azért ti nagyon gyakran még otthon és ezen pörögtök, hogy hát hogyan ez így van egyébként, ez így van. A kikapcsolást azt most leginkább nyilván a kislányunkkal együltött idő jelenti, de egyébként sajnos, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, de így van, igen, hogy ez napi szinten nyilván sokkal több tevékenységet jelent, akár otthon is, mint amit csak én itt végzek a klinikán. Tehát, hogy igen, remélhetőleg ezt is majd tudjuk akár csökkenteni. Hát ez megint csak munkaszervezés, vagy hogy lesz-e ilyen jellegű, akár segítségünk lehetséges, hogy lesz majd még egy munkatársunk, aki inkább ilyen klinika vezetői pozícióban lesz, ami ez még most nincs meg, ugye ez az, amit most így mi végzünk. Hát meglátjuk ez, ahogy mondtam, igen, vannak azért még itt a sok fejlődés mellett, azért bőven van szervezés, meg elintézni való feladat itt a klinikán. A kislányotokat akkor úgy lehet értékelni, hogy nagyon jó, hogy jött, mert kikényszeríti anyától, meg apától, hogy pihenjen. Hát azért nem csak így lehet. Nem, ezt csak vicceltem, persze, természetesen. De hát, hogy ő kikényszeríti akkor magának az időt. Hát jó, persze, hát gondolom mindenki így van ezzel, akinek gyermeke van, hogy ez így van, igen. Igen, hát persze. Mi lesz a sorsa a klinikának? Ott tudod valamikor hagyni, szerinted? Ha olyan állás jön? Van olyan állomállás, amire azt mondanád, hogy akkor egy kicsit pihenjen? Hát én, tehát igen, hosszú távú, nincs olyan állomállás, vagy nincs most a fejemben ilyen. Nem tudom, még bevallom őszintén. Most azt látom egy picit, hogy természetesen én vagyok a mozgatórugója ennek a dolognak, tehát az én személyes jelenlétem is kell, meg azt, mert nagyon megtisztelő, hogy ennyi sok páciens megtisztel minket a bizalmával. Nem tudok neked most erre választ adni, ugye ugyanúgy, ahogy lehet, hogy jó pár évvel ezelőtt még kezdő fülorgégészként nem tudtam azt elképzelni, hogy én most esztétikai terápiával foglalkozó orvos legyek. Lehet, hogy eljön az 5-10-15 év, amikor már mást fogok végezni. Nem tudom, bevallom ezt most még. Jelenleg még élvezem nagyon ezt a területet, meg hát nyilván jól is működnek a dolgok, úgyhogy jelenleg még nincs tervbe semmilyen változás. Sok pénzed lenne, mihez kezdenél vele? Milyen kérdés ez? Hát ilyen. Mennyi az a sok? Mondjuk úgy, hogy azt valósítasz meg belőle, amit szeretnél, korlátlan, de csak egy bizonyos ideig. Hát nem. Ez nagyon nehéz kérdés. Nem szoktam, bevallom őszintén, ezen gondolkodni.
Ahogy mondtam, egy nagyon szép házat majd szeretnénk magunknak, nagyon a férjem is, meg egyébként én is annak kapcsán, hogy vidéki kötődésűek vagyunk, nagyon ilyen földhöz ragadtak is, bár elrugaszkodtunk ettől, de a föld vagy a mezőgazdasági munka, mert a családunkban egyébként nagy hagyománya van ennek, az így közel áll hozzánk. Borzasztó nagy értéknek tartom, meg úgy látom, hogy az elkövetkező évtizedekben még inkább nagy értéke lesz annak, hogy ugye ha valaki tud termelni valamit, vagy azt megtermelni, amit ő megeszik, vagy a családja, úgyhogy még akár egy ilyen irány is majd hosszú távon elképzelhető, valami ilyesmibe egyébként lehet, hogy belefognánk, de ez ilyen családi döntés lenne, tehát ha nagyon-nagyon bármit lehetne választani, lehet, hogy ez lenne egy irány. De most ez nehéz kérdés volt, úgyhogy nincsenek, nem szeretnék repülőt, hajót, semmit. Úgyhogy nem tudom, mit szoktak erre válaszolni, de... Hát mindenkinek van egy válasz rá, egy mindenki mást természetesen. A következő az már meglepő, de hasonló kérdés lesz, hogyha tengernégyőd lenne, akkor mit kezdenél? Ha tengernyi időm lenne. Igen. Hát dolgozni szerintem mindenképp dolgoznék akkor is, tehát hogy az időm egy részét ugyanígy a munka foglalná el. Bár munka közben visszanézem, meg nyilván úgy érzem, hogy mindig nyilván annyi időt, meg a kislányunkkal töltött időtől veszek el, úgyhogy nyilván ő vele lennénk a legeslegtöbbet. Meg hát természetesen, ugye amit mondtam, tényleg hobbiként ez a gasztronómia irány engem nagyon érdekel, úgyhogy biztos, hogy minden nap kreálnék valami egész különleges dolgot magunknak, nem csak ilyen 10 perces gyorsan megvalósuló vacsorákat, amikre most időnként rákényszerülök, bár azok is nagy szívvel és gondossággal vannak elkészítve. Úgyhogy hát ezekkel a dolgokkal biztos többet foglalkoznék, amivel most nincs időm. Hát, így a beszélgetés végén mit is kívánhatnék neked? Hát jó egészséget azt mindenképpen neked és az egész családodnak. Igen, ezt kívánom nektek is. Szélesebb családnak. Sok boldogságot, mert az fontos. Így van. És hát mindig legyen tele a naptárad. Tehát, hogy így... Köszönöm, szerencsére erre most nincs hiány, de nagyon szépen köszönöm, meg tényleg borzasztóan örültem, hogy tudtunk beszélni, meg hogy láttalak így hosszú évek után is. És... Hát igen. Igen. Én is örültem, hogy itt voltál. Nem volt egyszerű leegyeztetni, mert tényleg a tény az, hogy nagyon tele van a naptárad, és kellett keresni az időpontokat. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél, itt voltál, megtiszteltél minket jelenléteddel, mindenkit arra bátorítok, hogy menjen el hozzád, tuti szíper lesz. Úgyhogy a kedves nézőktől mára búcsúzunk, viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm, viszontlátásra.